Sziasztok, Kovács Gyuri vagyok, a Békés Csabai Szájtex üzlet tulajdonosa. Gyakorlatilag 18 éve én dolgozom itt ebben a boltban, én vagyok, aki segítek nektek, én vagyok az, aki összerakja a táplálék kiegészítőket, én vagyok az, aki figyelek rátok, és én vagyok az, aki minden igényt kielégítő szakértelemmel állok rendelkezésetekre. Többen mondták már, hogy a szaktudásomért járnak ide, és nem a kedvességemért. Ma a világ legjobb szénhidrát kiegészítőjére fogunk beszélni, a Vitargóról. Meg is mutatnám itt nektek, íme a Vitargó, véleményem szerint a legjobb kiegészítő szinte ebben az üzletben. Ugye három makrotápanyagot különböztetünk meg, a fehérjét, a szénhidrátot és a zsírokat. A szénhidrátok nagyon fontosak abban, hogy edzés után pótolják a lemerült glikogénraktárakat, megadják az erőt, az energiát, és ugye mint gyors szénhidrátot felhasználja a szervezet. A Vitargóban az a legjobb, hogy nagyon gyors felszívódású, ugye nagy tömegű szénhidrát, és nagyon gyorsan hasznosul. Ezért lehet alkalmazni edzés előtt is, edzés közben is, és akár közvetlen edzés után szénhidrátpótlásra is. Mivel én nehezen emésztem az abot, puffadok tőle, ég tőle a gyomrom, ugyanígy a burgonyától és a keményítő szénhidrátoktól is, ezért választottam a Vitargót, mert nekem nagyon nem mindegy, hogy milyen szénhidrátot használok edzés közben is után. A Vitargó megjelenéséig nagyon sokan szőlőcukrot használtak szénhidrátpótlásra. Csak hogy a szőlőcukor egyrészt nagyon édes, másrészt nagyon megterheli az emésztőrendszerünket, és hogyha edzés után sok nagy mennyiségű szőlőcukrot használtam, akkor gyakorlatilag enni nem tudtam már utána. A Vitargó ozmotikus tulajdonsága miatt nem terheli az emésztőrendszert, és gyakorlatilag a legeslegjobban tölti az izom glikogénraktárait. Nem véletlenül használják számos sportágban is, nem csak a testépítésben vagy az erőemelésben, mert egyébként az összes sportágban nagyon hatékony, és ami a vicces, hogy állóképességi sportágokból került ide hozzánk, a testépítőkhöz. A Vitargót nagyon széles körben alkalmazhatjuk, az edzés környékére időzítve, a legeslegtökéletesebb időpont edzés után közvetlen a glikogénraktárak visszatöltésére. De használhatjuk edzés előtt is, energia felhasználásra vagy edzés közben is visszatöltésre. Egy adagja 30 g, de lehet enni ennél többet is, akár kétszeres mennyiséget, viszont már 10 g-tól is működik. Megosztok veletek egy trükköt a Vitargóval kapcsolatban, ugyanis nagyon sokan úgy fogyasztjuk, hogy edzés után közvetlen összekeverjük fehérjével, de mivel a Vitargó nagyon nagy molekulasúlyú, ezért tapad, gyakorlatilag ilyen kis gombócokat alkot, ezért edzés után én leszoktam száraz sékelni. Az azt jelenti, hogy csak beteszed a sékerbe, beteszed a rácsot, összerázod, utána mehet bele a fehérje, és utána a folyadék, és kész is van, és akkor így nem lesz csomós. Sokan nem értik az edzés utáni szénhidrát visszatöltés lényegét, pedig ez alapvető fontosságú, és erre a Vitargó a legjobb termék.